Hippokratész házőrzője néven az egészségügyi diszkrimináció kivédésére alkalmas hálózat létrehozását indítványozták a Kolozsvár Belvárosi Unitárius Egyházközség lelkészei. Ennek előzménye, hogy egy olaszteleki lány orvosi ellátásra szorult a Kincsesvárosban, kezelőorvosa azonban a román nyelv hiányos ismerete miatt megalázta őt és a családját. Civil szervezetek, magánszemélyek és politikai pártok képviselői is csatlakoztak ahhoz a múlt hét folyamán elindított kezdeményezéshez, amely az egészségügyi diszkrimináció kivédésére alkalmas hálózat kialakítását tűzte ki célul a Kincsesvárosban. Az egyik kezdeményező lelkész Rácz Norbert híradónknak azt hangsúlyozta, tudatosítani szeretnék azt, hogy a pácienseknek is vannak jogai. Egy teljesen átfogó hálózat kiépítésére gondolunk jelen pillanatban, amelyik kiterjed arra, hogy szállást biztosítsunk, hogyha kell olyan személyeknek, akik ide kell jöjjenek Kolozsvárra egészségügyi ellátás véget, alkalmi tolmácskodást tudjunk biztosítani, illetve ha kell orvosi segítséget. Terben van a magyarul is beszélő egészségügyi személyzet névjegyzékének az elkészítése, de a jogi segítségnyújtás is része lenne a hálózat munkájának. Az RMDS több éve benyújtott egy olyan törvénytervezetet, amely a 20%-os kisebbséggel rendelkező települések egészségügyi intézményeiben szavatolná az anyanyelv használathoz való jogot. A kolozsvári eset felerősítette most ezt az elhatározást, hogy most már mese nincs, újra a napirendre tüzetjük, és kíváncsiak vagyunk, hogy ez a technokrata kormány hogyan fog viszonyulni ehhez a kérdéshez. És kértük a szakbizottságba, az egészségügyi szakbizottságba, hogy a bizottság kérjen egy új véleményezést, mert a pont a kormány negatívan, kedvezőtlenül véleményezte. A kolozsvári hálózat hiánypótló szerepet töltene be azok esetében, akik nem beszélik jól a román nyelvet, illetve nem részesülnek megfelelő bánásmódban az egészségügyi intézményekben.